soha nem volt olyan, hogy most akkor ő is írjon egy meccs után, vagy akkor fú, de jó, de ügyes voltam. Amikor tényleg nagyon jó, sok gólpasszt adott, gólt is rugott, akkor is hazajött, és mindig azt mondta, hogy hát még azért picit lehetett volna jobb, tehát hogy soha nem gondolta azt magára, hogy 100%-osan oda, tehát hogy minden tökéletes volt, mert azért volt itt egy-egy eladott labda, úgyhogy abszolút végig szerény volt tényleg. Kontra megpattan és gól! Az első helyzetéből gólt szerez az MTK csapata. Kanta pedig itt a szezon hajrájában, káprázatos formában. Nehezen érte meg az NB2-es időszakokat, illetve a kieséses időszakokat leginkább, mert amikor már NB2-ben voltak, akkor már azért felszívta magát, és úgy volt, hogy jó, akkor most vissza akkor az NB1-be egyből, ami hála Isten mindig sikerült is, tehát hogy onnantól mindig tudott így előre nézni, és azt tekinteni, hogy akkor most jöjjön az NB1. Bevallom, nem tudtam, mire számítsak az NB2-ben. Nem tudtam, hogy mi is hogy fogunk kinézni, az ellenfelek is, hogy ez milyen erős bajnokság, végül is nem volt annyira tapasztalatunk ebben. De szerencsére úgy érzem, hogy mi magunknak köszönhetjük azt, hogy ilyen korán meg tudtuk nyerni ezt a bajnokságot. Nagyon boldogok vagyunk, és úgy érzem, azért megérdemeltük ezt a sikert. Nehezebb időszakok voltak, nehezebben viselte, de akkor se hozta egyébként úgy haza soha, tehát hogy úgy látszott rajta nyilván, meg úgy éreztük, de nem hozta haza soha, nem érzékeltette velem például azt, hogy ő most annyira rossz paszban van, hogy akkor ő hozzá ne szóljunk hozzá, vagy semmi ilyesmi, tehát hogy mindig ezen otthon felülemelkedett, úgymond. Nagyon sok meccsen voltunk a férjemmel, de nagyon büszkék voltunk mindig rá, mert mindig csak a jókat hallottuk a lelátón. Tehát minket nem ismertek, hogy kik vagyunk, de Józsiról mindig a jókat hallottuk. Kanta József előtt a nagy lehetőség, hogy megszerezze az első MTK gólt az új hidegkúti stadionban. Meg is szerzi! Ez azért egy nagyon-nagyon szép dolog, hiszen ha jelenlegi MTK-ból kell egy embert mondani, aki a legemblematikusabb tagja a csapatnak, aki a leghosszabb ideje az első keret tagja, aki a leginkább megérdemli azt, hogy az első MTK gólt szerezze ebben az új stadionban, akkor az mindenképpen Kanta József. Amikor ide kerültem a labdarúgó csapathoz, ő volt az legelső ember, aki odajött hozzám, hogy miben segíthet, örömmel fogadott, egyből befogadott, nem volt kérdés számára, hogy egy idegen ember, akit ők még nem ismernek, ráadásul egy lány, hogy mit keres itt egy labdarúgó csapat öltözőjében, és így kvázi megfogta a kezemet nekem is vezetőként, és akkor ő segített beilleszkedni az első napokban, bemutatott mindenkinek. Soha egyetlen egyszer nem tudtam olyan dolgot kérni tőle, vagy olyan dologban segítséget, vagy támogatást kérni, amire nemet mondott volna. Sőt, azt gondolom, hogy a kérteken, illetve az elvártakon felül teljesített mindig, ami szintén szerintem az ő kiváló és remek személyiségéből adódik. Ő is egy nagyon érzékeny ember, és mindig saját magáinak érzi szerintem mindenkinek a sorsát és helyzetét, és abban a szerencsés helyzetben érzi magát, hogy tud segíteni ezeknek az embereknek, akár szimplán a jelenlétével, vagy egy mosollyal, és szerintem ezt remekül tudja kezelni, akár milyen helyzet van, akár jobb helyzet van, akár jobban megy a csapatnak, akár egy rosszabb szériában, ő mindig teljes messziessége és csupa szívvel áll ezekben a dolgokban. Nagyon jól tudja, hogy ő is kisgyerekként kezdett el focizni, mennyi munka és áldozat van abban, hogy ő itt tart, és szerintem ebben segít ő nagyon sokat a fiataloknak. Igazi vezéregyénisége a csapatnak, és azt gondolom, hogy a klubnak is, tehát a kisgyerekeken át egészen a felnőtt csapatig mindenki tudja, hogy ki a Kanta Józsi, és hogy milyen ember is ő valójában, még aki kevésbé ismeri ő is. A mai napig is segítőkész mindenben, mindenkinek segít, még ha kell a saját kárán is, de inkább a másiknak legyen jó. Tehát ő mindig is ilyen ember volt. Szerintem ő nem is tudja, hogy nekünk csapattársaknak ő mennyit jelent néha, és mi barátnak is.
de tényleg a mindennapokban szerintem ő neki a mai napig fogalma sincsen, hogy akár egy fiatal srác, aki bekerül először az öltözőbe, és odaszól, hogy jó passz volt, jó volt, de ezt inkább így csináld, egy mondattal nincs tisztában vele szerintem, hogy isszák a szavait az emberek. Mi egy korosztály vagyunk, én egy picivel fiatalabb vagyok, de én ahogy ide kerültem, ő az igazi, nagyon fiatalon akkora tehetség játékos volt, hogy már egyből mentorrá, vezérré vált nagyon fiatalon, és nagyon-nagyon nyitott, és mindig boldogan fogadta azokat a fiatalokat, akik így beléptek az első csapat öltözőjébe. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan képesség, ami a futballpályán is meglátszódott, de az életben is nagyon-nagyon dominál az ő jelenléte. Borzasztó nagy szerepe van ebben az idényben is, hogy a sok fiatal, aki a csapatba szerepet kapott, segítette az ő beépülésüket, segítette a fejlődésüket, és ezt egy olyan alázattal tette, hogy közben tudta, hogy várhatólag ez lesz az utolsó idénye az MTK-ban. Igazából nekem vagy az elődeimnek nem kellett nagyon a Józsikát irányítani, hanem neki a személyiségéből fakad, hogy segítőkész. A csendes zseni szerintem ez mindenki, tehát ő soha nem hangoskodott, ha valami nem tetszett, az sem. Azt is visszafogottan jelezte, közölte, és mindig keresett rá megoldást, hogy ezt szépen csendben el lehessen intézni, és szerintem ez az egyik legjobb tulajdonsága. A teljesítményével meg hát azzal meg nem is kell vitatkozni, mert hát az meg mindig ott volt mögötte. Nem érzékelteti soha senkivel, hogy ő a Kanta József, és neki van x100 NB1-es meccse gólja. Tehát följön egy fiatal, tiszta van vele, hogy ő ki a Kanta Józsi, de szerintem soha az életében nem tesz olyan megnyilvánulásról, nincs egy olyan mondata semmire, hogy én már pedig a Kanta Józsi vagyok, hanem olyan, mint hogyha most került volna fel a srácokkal, és ugyanúgy szót ért velük. Tényleg akkor emelte fel a hangját, amikor kellett. Tehát, hogyha lelkesíteni kellett, vagy látta, hogy esetleg a csapat leült, akkor ő azért felemelte a hangját, meg volt benne egy olyan spiritus, ami ugye motiválta, inspirálta a többieket is. Tehát nyilván ő neki volt egy rangja a fiatalok között, és akkor erre ők hallottak. Mindenkihez volt egy jó szava, mindenkit bátorított, mindenkinek segített, ahogy tudott, elmondta az észrevételeit, hogy mit hogyan lehetne, mit hogyan kéne, vagy miben lehetne fejlődni. Mindig szótlan volt, kis visszahúzódó kis srác volt, de ettől függetlenül, amikor kijött a pályára, akkor érezte mindenki, hogy igen, ő ott van, jelen van, mindig történik vele valami. Igazából ilyen olyasmi érzésem van vele kapcsolatban, mintha én két élete lenne, vagy két éne lenne. Van egy a civil élete, és van egy, amikor a pályán megmutatja magát. Annak a kisgyereknek, aki labdát szedett, egy igazi példakép, úgymond, hogy az MTK egyik legjobb játékosa, hanem a legjobb játékosa, és mindenki olyan akar lenni, mint ő. Mint amikor már csapattársam volt, akkor meg tényleg egy nagyon jó barát, egy rendkívül jó csapatkapitány és vezéregyeniség. Talán nem úgy vezéregyeniség, nem olyan fajta, mint mondjuk egy Cristiano Ronaldo, hogy nem úgy látják az emberek a pályán szerintem, hanem sokkal inkább úgy, mint ahogy szerintem legalábbis én, hogy a háttérből inkább mindenkivel kicsit külön beszél, de ugyanakkor a csapat előtt is nyilván meccs közben is, meg az öltözőbe hallatja a hangját, de ő nem az a kiabálós fajta, hanem inkább mindig megtalálja a módját, meg a helyét annak, hogy kinek hogy tud segíteni. És egy ilyen, mondhatnám, apa figurának. A kívül esetleg az látszik, hogy a Józsi nem egy hangos és nem egy nagyon impulzív egyéniség, de ettől függetlenül a futballról van egy kialakult véleménye. Nem egy könnyen alakítható ember erről az oldalról, hanem neki van egy határozott elképzelés a játékról. Lehet, hogy ő ezt nem hangosan, de ezt ő ugyanúgy elmondja, úgyhogy abszolút ő nem egy visszahúzódó egyéniség, hanem neki megvan a habitusa, amiben ő megtalálja azt a komfortot, amiben ő jól érzi magát, és ő ezt képvisel, nincsen semmi sallang, nincsen semmi színjáték körülötte. Ha megkérdeznék az összes csapattársát, hogy ki volt a három legjobb futballista, akivel együtt futballozhatott, az biztos, hogy a tesóm neve, ő benne lenne abban a háromba. Én mindig azt mondom rá, hogy a legjobb játékos, akivel valaha együtt futballoztam. Neki nagy szerepe volt abban, hogy én idekorán felkerültem az első csapathoz, ugye az akkori fiás csapatban, neki köszönhetően ketten termeltük a gólokat, és hát nagyon sok olyan kiszolgálásban volt részem, amitől már
sokszor láthattunk azóta is, akár az első osztályban, és úgyhogy annak köszönhetően, hogy ugye sok gólt sikerült szerezni abban a szezonban, felvittek az első csapathoz. Úgyhogy még nem köszöntem meg eddig nekem, de ezután szeretném neki külön megköszönni, mert ha ő nincs, akkor lehet, hogy ez az út ez kicsit nehezebb lett volna. Nekem igazából egy kedves emlék, mégpedig együtt mutatkoztunk be az NB1-be, Sopron ellen, és neki is az volt az első meccse, nekem is az volt az első meccse, ő is gólt rúgott, meg én is gólt rúgtam, és akkor ez így összekötött minket szerintem. Egy kollégiumban voltunk, egy csapatban játszottunk, utánpótlás válogatottat végigjártuk U14-től U21-ig, az akadémián is, Sárdokában is, tehát igazából szobatársak voltunk, hát idézem majdnem, hogy azt mondom, hogy valamilyen szinten élettársak, testvérek voltunk 14-től 26 éves korunkig, szinte elválaszthatatlan voltunk, mindenhol mindig együtt voltunk. Az nem is volt kérdés, hogy bárhol mentünk edzőtábor összetartásra, mindig egy szobában voltunk. Amikor felkerültünk Pest első csapathoz, együtt béleltünk albérletet, tehát végig szinte együtt töltöttünk az életünket, többet találkoztunk egymással, mint a szüleinkkel, meg a testvéreinkkel. Sört hoztál? Akkor nem jött. Mi hárman így azért külön, főleg amikor már eltelt egy pár év, amíg itt voltunk, egyre jobban megismertük egymást, azért mi hárman a Rodival és a Józsival azért mi már külön ilyen csapatot alkottunk, úgyhogy azért mi elég sok helyen voltunk így együtt, hogy úgy mondjam, közösen jártunk színházba, moziba, koncertekre, rengeteg koncerten voltunk közösen. Úgyhogy azért nekünk sok ilyen kapcsolódási pontunk van. Kanta József költözik. Ma nem a Hungária körútról, az MTK csapatában ugyanis igencsak jól érzi magát a fiatal játékos. Nem tudom elképzelni, hogy máshol játszak. Hogyha költözöm is az MTK-ból, akkor csak külföldi csapat lehet az. Mert az MTK-ban vagyok 8 éve, mindenhol együtt voltunk. Kollégiumban, lent a Gárdon, és hát itt is Pesten együtt léletük a albérletet, és most itt a lakásomban is ide fogadtam őt egy darabig. Utaznak majd a kis háziállatok is, akiket nagy becsben tart a középpályás. Ő neve Tunci, ő pedig Törpének hívják. Hát együtt még nem tudnak lenni, mert eléggé bántják egymást. Volt úgy, hogy összeengedtük őket, aztán nekem kellett szétszedni őket. Kanta, jól csinálja meg a cselt, aztán aláemel, de gyönyörű gól! Hát olyan dolgokat vett észre, és vesz észre a pályán, amit nagyon kevesen. Amit nem lehet tanítani, amivel ösztönből jött, és tényleg olyan meglátás van, és ez kivitelezte a pályán. Szóval azokat a labdákat oda is rúgta, amit ő elgondolt. Nyilván sok esetben az ilyen helyzetem is azért könnyítette meg, mert tudtam, hogy hova kell futni, a labda biztos, hogy odajött. De hát azért sok ilyen megoldást láthatunk tőle valóban itt az első csapatnál is. Mindig mondtam is neki, hogy remélem nem kell ellened játszanom egyszer sem, mert nem szívesen kapnék gólt tőled, aztán hála Istennek nem kellett ellene játszanom. Ezek a váratlan fineszes dolgokra, hogy lehet felkészülni kapusként, hogy az ilyen technikás és jól látó játékosok a pályán miket szeretnek és hogy szeretik csinálni, és azt, hogy ezt minden nap saját bőrén tapasztalja az ember, nem csak a tévében látja a világsztároktól, hanem amikor a saját csapattársad is világszínvonalon csinálja ezt a műfajt, akkor azért az felkészít engem az életre, vagy hát a kapuban arra, hogy is gondoljak az ilyen játékosoknak a hozzáállására és gondolkodására. Nincs olyan, hogy ott nem jöhet el labda, vagy nem lehet, mert mindig megtalálja azokat a kis réseket, kis utakat a kapu felé. Nem nagyon van még most sem a mezőnyben, nem csak nálunk, hanem az egész NB1-es mezőnyben olyan játékos, aki ilyen játék intelligenciával rendelkezik, de megkockáztatom, hogy Európában is nagyon kevesen futkároznak a zöldjepen. Lehetett látni, hogy
hogy valami elképesztő érzékkel találja meg nem azt a megoldást, a legjobb megoldást, amit mi látunk, hanem azt a még jobb megoldást, amit valószínűleg csak ő látta a pályán. Egy borzasztó párharcerős és agresszív játékos, akit egyébként a laikus az soha nem látott, hogy a Józsi az jól szerez labdát, hogyha ő oda megy, akkor az biztos, hogy nála marad. Olyan eleme is van a játékának, amit ezekből a klasszikus tízes vagy irányító típusú játékosokból többnyire hiányzik. És a Józsi nekem pont erről az oldaláról több volt ezen a poszton, mint a környezetében levő hasonló posztú játékosok. Volt szerencsém azért egy jó pár gólpassz kapni tőle nekem is. Tehát az, amikor viszi egyik oldalról, tehát jobbról befelé, és gyakorlatilag oda se nézi a lelátót, és egyszerűen csak beböki a védők mögé a labdát, és ezt jobban a ballal 10-ből 10-szer oda nyomja. Tudod, hogy nem kell figyelned rá, tudod, hogy ő úgyis meg fogja látni, hogyha beindulsz, és ezt az ütempasszai az élmény számba mentek mindig is. Az az alázatosság, ami csak hogy két világszerep mondjuk a Gerardban megvolt, és a Pirlónak a látása, meg a lábát összegyúrjuk, az nekem a Kanta Józsi igazából a futballpályán. Amikor azt mondtam, hogy ennél nagyobb gólt már nem fog tudni rúgni, akkor két hét múlva rúgott kétszer ekkora gólt, úgyhogy mindig ment feljebb. Ha van, már pedig van, ikonikus jelképe most a klubnak, akkor egyértelműen a Kanta Józsi az. Tényleg egész Európában egyedülálló az, hogy valaki ennyi időn keresztül, 23 éven keresztül szolgálja a klubot. Egybeforrott a nevük, nem hiszem, hogy külön kéne említeni, sőt, én azt gondolom, hogy ha nem is a legtöbbet játszott játékos az MTK-ban, de én azt gondolom, hogy egy nagybetűs névnek kell, hogy szerepeljen az MTK történelmében. Elfogultságban mondom, hogy akár még egy szobat is kaphatna. Ő az MTK-t jelenti szerintem, tehát azt nyugodtan mondhatom, hogy a Józsi neve az egybefonódott az MTK-val. Nem csak azért, mert egészen gyerekkora óta tagja a csapatnak, hanem mert egy nagyon jó játékos, meg egy nagyon jó ember, aki abszolút az MTK. Nekem a Kanta Józsi névről az MTK ugrik be elsőnek. És ezzel nem én vagyok így, egyedül ebben biztos vagyok. MTK. Gyakorlatilag ő egybeolvadt ezzel a klubbal. Mind a klub megérdemli őt, mind pedig ő megérdemli a klubot. Rengeteget tettek egymásért, és ha valakit legendaként lehet rá tekinteni, akkor az tényleg ő. 2-3! El tudod képzelni a Kanta Józsefet, hogy nem itt valahol az MTK Hold udvarában marad? Hát azt nem. Nem. De szerintem ő sem, meg más sem. Megpróbálja felépíteni magát itt. Biztos vagyok benne, hogy lesz rá lehetősége, és akár a felnőtt csoportnak is egyszerű lehet az edzője. Legalábbis én nagyon remélem, már jó lenne ott látni. Korábban eldöntött és vele is egyeztetett dolog volt, hogy mi mindenképpen azt szerettük volna, hogy a klubnál maradjon, sőt el sem tudtuk képzelni, hogy ne maradjon a klubnál. Szerencsére ő ugyanígy gondolta, hát eddig is az élete volt az MTK, és én azt gondolom, hogy a későbbiekben is ugyanezt szeretné. Teljesen biztos, hogy nyártól velünk együtt folytatja, és elindul, hát remélem, hogy egy legalább olyan sikeres edzői karrier útján, mint amilyen sikeres a játékos pályafutása során volt. Az, hogy a Józsiból pedig milyen edző válik, az pedig nagy részben rajta múlik, a klub minden segítséget megad, a tudása, az intellektusa abszolút megvan ahhoz, hogy ő jó edzővé váljon, de hát ezt persze mindenkinek van egy tanuló időszak, a Józsi pedig abszolút készen áll erre. Jön éppen, nyeri Józsi, hogy gyorsan meginterjúl. Épp rólad beszélünk. Igen. Ugye még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy vele végeztem az edzőit is, együtt végeztük, és én ott láttam, hogy ilyen jó edzővénákkal rendelkezik, nagyon jó meglátásai voltak ott a pályaszélén, mikor mi tartottuk ezeket a foglalkozásokat. Úgyhogy én bízom benne, hogy itt a futballban marad, és tényleg nagyon hamar lesz egy olyan helye itt a klubnál akár, ahol érvényes tudja ezt a tudást, amivel rendelkezik. Ahogy én őt megismertem, ő egy nyugodt, higgadt ember, és szerintem ugyanezt fogja képviselni, mint edző. Ő szerintem figyelni fogja a játékosokat, nyugodtan fog hozzájuk közelíteni, tehát nem lesz az, hogy oda megy és letépi az embereknek a fejét, de hogyha mégis ez bekövetkezne, akkor biztos, hogy nagyon nagy probléma van a csapaton belül, mert én is azt tapasztaltam,
hogy amikor már ő felemeli a hangját és ideges, akkor már tényleg probléma van az öltözőben. De én nagyon kívánom neki azt, hogy edzőként ne legyen ideges, mert akkor az azt jelenti, hogy a csapata jól fog teljesíteni és eredményes lesz. Megismerve az ő személyét, azért nehezen képzelem azt, hogy más klubnál tevékenykedjen, most talán még Ajkán, de egyébként én is nagyon örülök neki, hogy itt az MTK-nál tudna ezt a tudást többieknek átadni, mivel tényleg ezzel szállal kötődik ez a klubhoz. A mai futballban azért nagyon kevés példa van, hogy egy játékos egy ilyen hosszú karriert egy csapatban játszom végig. Tényleg minden szállal ez a klubhoz kötődik, úgyhogy én nagyon szorítok neki, hogy nagyon gyorsan találj meg azokat a számításait, amit szeretné itt a futballban, mert abban biztos vagyok, hogy ezt megvalósítja nagyon hamar. Benne azért van ambíció arra, hogy vezetőedző legyen, és szerintem meg lenne a tekintély is hozzá, a vérmérséklete is. Föl tudja emelni a hangját, nagyon ritkán van ilyenre szó, de föl tudja. Tehát amikor felemeli, akkor tudjuk, hogy akkor tényleg baj van, meg gond van. Tehát normál esetben mindig nyugodtan beszél meg mindenkivel, nyugodtan szól mindenkinek. Amikor ő elpattan, akkor már tényleg oda kell figyelni. Hogy ami tudást ő megszerzett a pályafutása alatt, én azt gondolom, hogy ha azt valakinek át tudja adni, vagy csak a töredékét, mint edző, vagy bármilyen titulusba, akkor szerintem ő neki ez célnak kell, hogy legyen, mert akkor nagyon sokat nyerhet vele a magyar foci, meg az MTK. Tiszta szívből nagyon innen is barátomként mondhatom, hogy nagyon sok sikert kívánok neki, és kívánom, hogy kétszer-háromszor annyit érjen meg a futballpálya mellől, mint amit még a futballpályánál megért, pedig az se volt kevés, sőt. Ez a foci elmúlik, meg véget ért. Nyilván neki is, nekem is, nekem más szinten, de azért valamilyen szinten nehéz abba hagyni ezt a futballt. Sok sikert is ugyanolyan szép pályafutást a edzői karrierjében, amit a pályán töltött. És ugyanígy tartsátok meg, ilyen összekapaszkodva mindig, ahogy most vagyunk. A pályán kívül is. 2